Kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke. Ez volt az utolsó fellépés a Mezei Máriának. Babits Mihály Zsoltár Gyermekhangra című versét mondta el. Utolsó szava a színpadon az volt, hogy béke. Ma, amikor háborúk dúlnak a világban, különösen aktuális ez a gondolat, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb visszatér a béke. Ennek jegyében is emlékezünk ma Mezei Máriára, és a Mezei Mária Művészeti Iskola készült egy kis dallal, amely az ő életét idézik meg. Ez volt idén a 35. Mezei Mária megemlékezés, Mezei Mária emléknap, és itt beszélgettem a koszorúzás után egy idős hölgyel, aki még gyermekkorából emlékszik arra, amikor Mezei Máriával találkozott az utcán, a templomba. Ő volt a budakeszi híresség, amikor belépett a templomba, akkor végigfutott egy morajlás a hívek között, ahogy ő mesélte, hogy itt van Mezei Mária. 1983-ban hunyt el, és azóta őrzi az emlékét a város, ezekkel a Mezei Mária emléknapokkal is. Azóta a Művészeti Iskola Egyesület viseli a nevét, és igyekszik a hagyományát fenntartani, és bízom benne, hogy ez még a jövőben is így lesz.